És a stúdióban köszöntöm Dúró Dórát, kezét csalkam, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. No, hát itt a kollégáinkkal olvastuk azt, hogy nem feltétlenül elégedettek, mert nem tudom, lehet, hogy személy szerint ön, vagy az egész Mi Hazánk azzal a részleges nyitással, vagy mondjuk ezzel a bizonyos oltási igazolvánnyal, amit azért mert egyre többen kapunk meg. Alapvetően tényleg az a problémájuk, hogy ez diszkriminatív lenne, ez a kis picike igazolvány? Igen, és ennek nagyon súlyos következményei lesznek gazdaságilag is, és az emberek élete szempontjából is, hogyha különböző szolgáltatásokat ezekhez szeretné kötni a kormány, már pedig erről hallunk az iparkamara javaslatában is. Hogyan válik veszélyessé az embereknek az élete ettől az igazolványal, amit említ? A gazdaság újraindításában ugye elsődlegesen a turisztikai vendéglátó szektor az, amelyik a legrégebb óta egyébként be van zárva, és most az úgynevezett nyitáskor sem nyithatnak ki, még a teraszok sem. Ez megint egy következetlenség a kormány részéről, hogy az élelmiszerboltokban lehet zárt térben is tartózkodni, míg teraszon sem használhatják az emberek a vendéglátóhelyiségeket. Ez ugye télen azért annyira nem volt aktuális, azt valljuk be, de most, amikor már néhány napon belül remélhetőleg tényleg itt lesz a jó idő, nagyon sok vendéglátó helynek bevételt jelentene, legalább a teraszait kinyithatna, de még ezt sem engedélyezte a kormány. Azt egy mondjuk politikus számára nem elfogadható az a, hogy mondjam, döntésmechanizmus, ami ugye részleges, tehát fokozatosan hoznak olyan újabb és újabb szabályokat, nyilván ez az átoltottságnak az arányától is függ majd, amivel előbb akkor a szolgáltatóipar, utána majd a vendéglátók, a terasz, stb. Tehát ez egy folyamatos dolog lenne, ez nem elfogadható? De, és mi is a fokozatosságra felhívtuk a figyelmet már kezdettől fogva, illetve azt is el tudjuk fogadni, hogy egy adott szektor, akár a vendéglátóhelyek csak részlegesen nyissanak meg, tehát hogyha ott is ezt a négyzetméter szabályt alkalmaznák, az rendben lenne, elfogadható. Tehát nem mondtuk azt, hogy mindent egyszerre azonnal ész nélkül ki kell nyitni, hiszen azért ez egy valós probléma, ez a járványhelyzet, ezt mindannyian tapasztaljuk és érezzük a saját bőrünkön, de az, hogy a vendéglátószektort, a turizmust ilyen mértékben cserben hagyta a kormányzat már több mint egy éve, az elfogadhatatlan, és következetlenek ezek a nyitások is, amit most bejelentett a kormányzat. Hadd kérdezzem egy dologról, aztán átmegyünk utána arra, hogy hogyan készülnek a 2022-es országgyűlési választásra, hogy most egy ilyen, nem azt mondom, hogy teljesen egészen egymásnak szemben menő információk, de részben azért így van, hogy mire gondolok, olvashatnak az emberek. Azt mondja az ellenzék, hogy ők mindig oltáspártiak voltak, sőt, most ugye azt hangoztatják, hogy mindenki oltassa be magát, nagyon helyesen. Azt mondja a kormány oldal, hogy az ellenzék az oltás ellen buzdított az elmúlt időszakban, ők azok, akik bizonyos vakcinák nem beadatása mellett agitáltatták az embereket. Önök ezt hogy látják? Milyen volt az ellenzék viselkedése a koronavírus ideje alatt az oltásra kapcsolatosan? Alapvetően mindenből politikai kérdést csinált mind a Fidesz, mind a balliberális ellenzék, ahogyan az egyébként az elmúlt 30 évben lenni szokott. Hogyha jött a koronavírus törvény az országgyűlésben, akkor ugye azt mondták, hogy Orbán Viktornak élete végéig korlátlan felhatalmazása lesz, aztán láttuk, hogy ez nem így történt. Mi végig következetesek maradtunk a tekintetben, hogy igyekeztünk mindig az adott információkhoz igazodni, tehát egy évvel ezelőtt egészen más volt például a helyzet, amikor akkor jött be Magyarországra is, meg a világon is, akkor terjedt szét ez a vírus, nem ismertük a hatásait, nem tudtuk, hogy kik a veszélyeztetettek, tehát akkor sokkal szigorúbb intézkedések szerintünk is indokoltak voltak. Most már, hogy a védőoltások is rendelkezésre állnak, ismerjük nagyjából azért azt, hogy kik a veszélyeztetettek, már az új hullámban a brit mutánsnak a viselkedéséről is egyre több információnk van, tehát most már egészen más a helyzet, és az emberek is sokkal többet tudnak, és ez nagyon fontos, tud dönteni arról, hogy ő milyen intézkedéseket, vagy milyen korlátozásokat De még csak ide kapcsolódom, Mi Hazánk minden olyan vakcinát el tud fogadni, amelyet mondjuk akár az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség, vagy ha ők nem, de mondjuk a hazai ugyei elfogadott, és jónak lát? Mi nem szeretnénk ebből politikai kérdést csinálni, és ez nem is a politikusok dolga, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy én nem vagyok virológus, nem vagyok egészségügyi szakember, azok a szakemberek tudnak dönteni erről, akiknek megvan ehhez a saját maguk képzettsége. Jó, azt mondta, azonban azért a
azt hozzátenném, hogy látjuk világszerte is, és az Európai Unióban is, hogy elég erőteljesen a politika rányomja a bélyegét arra, hogy a keleti vakcinákat nem akarja elfogadni a nyugat, aztán most látjuk, hogy több Európai Uniós ország is oldja fel az oroszokkal vagy a kínaiakkal szembeni ellenérzést. Tényleg a következő kérdés az már az lesz, hogy hogyan készülnek, de bocsánat, csak találtam egy apró kis gondolatot. Nem emlékszem, hogy utoljára mi erről beszéltünk volna, csak érdekelne ennek az aránya, hogy a Mi Hazánk járvány szolidaritási adót vet neki a koronavírus haszonélvezőire. Ugye ebbe azt mondják, hogy benne vannak a gyógyszeripari vállalatok, a kaszinók, multinacionális kereskedelmi cégek, stb. Mekkora lenne itt az arány? Torockai László, a Mi Hazánk elnökének a YouTube csatornáján a legfrissebb videó erről szól éppen, ezért nagyon örülök, hogy ezt szóba hozta, hiszen sorra derülnek ki, és jönnek ki olyan kimutatások, hogy például a multinacionális kereskedelmi láncok bizony a járvány haszonélvezői, tehát nőtt a bevételük, a kaszinók ugyanígy, ez teljesen egyértelmű, de a multinacionális tech cégek is, tech óriás cégek is, a Microsoft például a családi csomagját, éppen annak az árát éppen most emeli meg, amikor home office-ban dolgoznak, és digitális oktatáson Magyarországon. Ez egészen elképesztő, ez megengedhetetlen. Jó, de mindenkit külön adóval sújtanának, akik mondjuk a profitjukat emelték, vagy több lett a profitjuk az elmúlt egy évben? Ezeket a cégeket, tehát a multinacionális kereskedelmi láncokat, az óriás tech cégeket, a gyógyszeriparnak. És mennyi lenne ez a szolidaritási adó? Ez döntés kérdése, hogy kit milyen mértékben, de én úgy gondolom, hogy az nem elfogadható az az elv, hogy egy ilyen járvány helyzetben emberek milliói nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudnak dolgozni, elbocsátják őket, nincs munkahelyük, nyomorognak, közben pedig ezek az óriás cégek tovább gazdagodnak, nem beszélve a kaszinókról. Most jött el akkor az idő, jó, hogy akkor erre elkérdezek. Mármint ugye említettem, ugye itt a hírekben olvastuk, hogy mind a 106 választókerületben önálló képviselőjelöltet állítanak. Az egyetlen Gyurcsánymentes ellenzéki párt, írják önök. Ebben a jelentősége ez minek van? A 106-nak, tehát mindegyik választókerületnek, vagy az, hogy a Gyurcsánymentes ellenzéki párt? Mindegyiknek van jelentősége. Tehát 2018-ban majdnem 2 millió ember szavazott olyan pártokra, akik úgy akkor ellenzéki pártok voltak, de nem fogtak össze Gyurcsány Ferenccel. Itt elsősorban ez a kérdés, a Momentum, az LMP és a Jobbik esetében merül fel, hogy ők feladták ezt a korábbi harmadik utas és az elmúlt 30 évvel szemben elhelyezkedő politikájukat, és beálltak Gyurcsány Ferenc mellé, mögé vagy alá. Hát ők nem így fogalmaznak azért, hogy Gyurcsány Ferenc mögé vagy alá álltak volna. Hát egy ellenzéki összefogás született, és azt mondják, hogy majd mindenhol lesz egy darab jelöltje a közös ellenzéki összefogásnak a Fidesz-szel szemben. Az ténykérdés, hogy Gyurcsány Ferenccel közös listán indulnak, és Gyurcsány Ferenc már bejelentette, hogy ő parlamenti képviselő lesz, tehát hogy ő rajta lesz ezen a közös listán. Innentől kezdve lehet csűrni, csavarni ezeket a választójogi szabályokat, de ez elég egyértelmű helyzet, hogy közös listán indulnak Gyurcsány Ferenccel, összefogásban vele, közösen alkotnak programot, és vele szeretnék Magyarországot kormányozni. Nekünk ez elfogadhatatlan. Szerintünk a Fidesz kormányzása Magyarország lassú halál, a balliberálisok kormányzása pedig Magyarország gyors halálát jelenteni. Mi mind a kettőtől távol tartjuk magunkat, és ezért állítunk 106 önálló képviselőjelöltet, akikből 40-et már, nagyságrendileg 40-et már be is mutattunk a nyilvánosság számára. Hát lehet volna most meg egy pár kérdésem, csak nézem közben az órát, és látom, hogy kiszaladtunk az idővel, de szerintem fogunk még találkozni azért természetesen. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.